Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai alkalommal megcsodáljuk a pünkösdi virág különlegességeket, bekukkantunk a belvárosi vendéglátóhelyekre, és szó lesz a demencia kérdésköréről is. Tartsanak velünk! Idén is virágkülönlegességek díszítették a belvárost pünköstkor. A felhívás keretében 6 virágbolt alkotásaira szavazhattak a fehérváriak. A magyar kultúrában több szokás is kapcsolódik pünkösthöz, az egyik ilyen, amikor az ablakokba vagy a házkerítés lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat, hogy ne csapjon bele a villám. Székesfehérváron évek óta virágba borul a belváros pünköst tiszteletére. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ felhívásának eredményeként idén 6 virágkötő mérettette meg magát, akik ötletes és látványos kompozíciókkal díszítették fel a Városháztér és a Liszt-Ferenc utca környékét. A virágkötők évről évre más és más tematika köré építik fel hatalmas kompozícióikat, melyeket egy belvárosi körsét a során szemügyre vehetnek az érdeklődők. Idén is a színek kavalkádja inspirálta az alkotókat. A közönség kedvenc alkotásokat 3 napon át csodálhatták meg a székesfehérváriak és az ide látogatók, és bár idén is szavazhattunk a legszebb kompozícióra, az már biztos, hogy a koronavírus járvány megszorításai után mindenki győztesnek érezheti magát. Hosszú idő után egy hónappal ezelőtt már kinyithattak az éttermek, sörözők, vendéglátók teraszai. Védettségi igazolvánnyal azóta már a benti helyiségek is látogathatók. Az élet azóta beindult, egyre nagyobb a nyüzsgés. Ennek a sörözőnek a tulajdonosa az egy hónapos terasznyitás óta sok pozitívumot tud felsorolni. Mint mondja, a kezdeti nehézségek után, amikor az alkalmazottak egy részét, miután elmentek, hirtelen pótolni kellett, már minden rendeződött. A vendégek száma egyre nő, a tavalyi asztalokhoz és székekhez képest most sokkal több áll a szórakozni vágyók rendelkezésére. Nagyon örülünk, hogy végre teljes nyitással tudunk üzemelni, ugye végre valára teljes nyitvatartásban tudunk nyitva lenni. Úgyhogy igazából örültünk ennek a dolognak, hogy eltöröltek végre minden korlátozást. Mit jelent egyébként a nyitvatartás, hogy mettől meddig vannak nyitva, és hát le kellett-e mondjuk plusz asztalokat kitenni az előző évekhez képest? Forgalom növekedést abszolút tapasztaljuk. Nagyon sok mindenki valószínűleg úgy volt vele, hogy már ki voltak éhezve tulajdonképpen arra, hogy ki tudjanak ülni végre egy jót a teraszra. Már most jelen pillanatban az időjárással küzdünk egy picikét, mert eléggé rosszak az időjárási körülmények, de valószínűleg remélhetőleg ezen is túl leszünk most már lassan, úgyhogy
remélhetőleg. Asztalokat kellett még kitenni, igen. Jelen pillanatban ugye mindenki abban azzal a nyitvatartással tud üzemelni, amit ugye az önkormányzat felé, mint a működési bejelentésben leadott, tehát nincsenek egyéb korlátozó intézkedések, úgyhogy mindenki igazából maga választhatja meg azt, hogy milyen nyitvatartási idővel szeretne üzemelni, nyilván a helyi rendeleteket betartva. Mondom, itt a terasz nyitvatartásra, ugye abban azért van korlátozó nyitvatartási időintervallum. Ugye itt a teraszon nem kötelező a maszk használat, sőt itt most már köztereken nem, viszont bent, hogyha valaki beszeretne ülni, akkor a védettségi igazolvány az kell. Azt hogyan lehet ellenőrizni, hogyan lehet betartani, hogy tényleg olyanok menjenek csak be? Tehát mi nem tettünk különbséget ebben, nálunk nem lehet bent leülni, csak kint. Nem szeretnénk konfrontációra, illetőleg konfliktusokra ad okot az, hogyha ezt el akarjuk kérni, úgyhogy nálunk ez abban az esetben lehet csak bemenni, hogy kérni, illetve az illemhelyiséget használni. Ezen a helyen is szinte mindig nagyon sokan beszélgetnek, fogyasztanak. A tulajdonos elmondása szerint nem csak kint, hanem a belső térben is leülhetnek a vendégek, akik szép számmal vannak minden nap. Mi nagyon örülünk, hogy sikerült újra megnyitni, megengedték nekünk. Abszolút pozitívak a tapasztalatok, tehát szinte minden nap teltházzal megyünk, még akkor is, ha eső van. Kint is, bent is le lehet ülni, még esőben is leülnek kint. Bent ugye csak védettségi kártyával lehet leülni. Az emberek inkább a teraszon szeretnének leülni, de sokan azért igénybe veszik most már a belső teret is. Mennyire nehezebb, hogy mondjuk erre külön oda kell figyelni, hogy van-e védettségi igazolványa valakinek? Hát először tartottunk tőle, meg hogy az emberek mit szólnak hozzá, ugye az ember olvas mindenfélét a Facebookon itt-ott, de senkinek semmi problémája nincsen vele, megmutatják személyigazolványt hozzá, maguktól nem kell szólni érte, és akkor úgy foglalnak helyet. Gyakorlatilag mi szinte minden alkalmazottat megtartottunk, tehát munkaügyi támogatást kaptunk. Voltak ezt követően személyi változások, inkább azért, mert elszoktak a munkától a kollégák, és újra neki kellett állni, de azt gondolom, hogy sokkal jobb lett a csapat. Jobbak vagyunk, jobban mennek a dolgaink. Az mekkora segítség, hogy a teraszdíjat azt most erre a szezonra ugye elengedte az önkormányzat? Minden segítségnek örülünk, ez egy jó dolog. A kávézók, éttermek tulajdonosai dönthetnek arról, hogy engedik-e a benti fogyasztást. A védettségi igazolvány miatt többen aggódtak, de ahogy hallottuk, jók a tapasztalatok. A teraszokon továbbra is maszk nélkül le lehet ülni, bent azonban maszk és védettségi igazolvány szükséges. Hogyan lehet a látássérültek életminőségén javítani? A Videóvakoknak projekt megálmodója Kovács Szilvi kolléganőnknek mesélt a legújabb segítségről. A stúdióban vendégünk Péter Gábor, a projekt ötletgazdája. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Honnan jött az ötlet? Kezdjük talán ezzel. Ez egy, gondolom, hogy nagyon nagy igény volt erre a projektre már, illetve egy nagy segítséget jelent a gyengénlátóknak, vakoknak. Igen. Az ötlet onnan jött, hogy édesapám nem lát, és én már így születtem, hogy ő nem látott. Nagyon sokszor segítettem neki elmagyarázni, hogy mit lát, akár mentünk valamerre az utcán, akár otthon egy könyvet felolvasni, és hát ugye, ahogy digitalizálottunk, egyre több videó is érdekelt, hogy mi történik egy videóban. Szerettem volna megnézni egy óra, hogy néz ki, hogy használják, vagy egy másik eszköz, vagy szereti a természetfilmeket, és akkor elmagyarázni, mi történik. És ekkor gondolkoztunk azon, hogy ez nagyon jó, hogy én leírom neki, de hogy ez másoknak is hasznára lehetne, miért ne digitalizáljuk ezt, és akkor mások is el tudják ezt olvasni, úgy, mert tudják nézni ezt a videót. Illetve, hogyha én ezt meg tudom csinálni, akkor jó lenne egy olyan közösség, aki tud segíteni. Vannak más alkalmazások, vagy más projektek is, amik hasonló közösségre, önkéntesekre épülnek. Például van külföldön nagyon ismert a Be My Eyes nevezetű alkalmazás, illetve Magyarországon is a Távszem projekt nagyon hasonló megközelítést használ. Tehát, hogy összeköti például a látássérülteket látó segítsége mobiltelefonon keresztül. A mi projektünk egy kicsit más, ugye mi videókat írunk le. Úgy gondoljuk, hogy azért van erre egyre nagyobb szükség, mert egyre kevesebb talán az írott anyag, az írott média. És én, mivel a látáson keresztül az információ 90%-át kapjuk, ezért ahogy egyre több videóanyag lesz az interneten meg a világban, nagyon sok hírt ugye videón keresztül adunk át,
ezért a látássérültek hátrányba fognak kerülni. Ezt szeretnénk, ezt a problémát kiküszöbölni még időben. Szóval hogy kell elképzelni egyébként, kik azok, akiknek szól, ugye nagyon sok embert érint ez Magyarországon, számokat, hogyha tudunk, akkor mondjunk, és tényleg hogy kell elképzelni, mi az, amit ők ebből kapnak? Igen. Sajnos elég ritkán vannak statisztikák, ritkán készülnek statisztikák, akár Magyarországon, akár így a világban. Körülbelül 45 ezer vakember él Magyarországon, és 39 millió a világban. Ez egy nemzetközi projekt. Elsősorban vakoknak, siket vakoknak, és hát akik erősen látássérültek, azoknak szól ez a projekt. Úgy kell elképzelni, hogy van egy mobiltelefonos alkalmazás, illetve nem csak mobiltelefon, hanem számítógépen keresztül is elérhető. Optimalizálva van arra, hogy a látássérültek beszélő szoftvereken keresztül el tudják olvasni, hogy mit találnak ezen. Ha szeretnének egy közösségi médiában megosztott, vagy egy videóplatformon megosztott videót megérteni jobban, hogy mi történik, ugye hallás alapján egy bizonyos százalékát lehet így felfogni, hogy ténylegesen mi van egy videóban, akkor ennek a címét beküldik ezen az applikáción keresztül, és a túloldalt pedig van egy önkéntes közösség, aki várja ezeket a kéréseket, ők pedig leírják ezeket egy másik platformon keresztül. Tehát az önkéntesek látják, hogy bejött egy videó, szeretne valaki megérteni, hogy mi történik a Holdról szóló videóban, vagy egy természetfilmben, akkor ez szintén egy webes platformon le lehet írni. Kidolgoztunk egy struktúrát, hogy a karaktereket írjuk le, utána a helyszíneket, és végül a cselekményt. Tehát ez egy ilyen teljes képet adunk, hogy hol történik, kik beszélnek, vagy kik a karakterek, és hogy ténylegesen mi a cselekmény. Ezt egyrészt le lehet írni számítógépen, így hogyha valaki aggódik, hogy milyen a kiejtése, vagy izgul, akkor nem kell vágni az anyagot, vagy bármilyen utómunka, hanem egyszerűen csak le kell írni, hogy mit lát, és ugye a látássérült személyeknek pedig a beszélő szoftver ezt felolvassa. De arra is van lehetőség, hogy ezt felmondják, ugye ez így még emberibb lesz, a kettő együtt még jobban működik, és akkor meg lehet hallgatni magát a leírást. Ehhez, ha jól tudom, akkor önkéntesek segítségére van szükség egyrészt, meg hát vannak, akik már önkéntesként dolgoznak ebben. Így van, vannak önkéntesek, vannak, akik abban segítenek, nyilván magukban a leírásokban, ez a legfontosabb. Természetesen vannak mások, akik magában a platform fejlesztésében programozóként segítenek, vagy dizájnerek, akik így a használhatóságot segítik, de elsősorban igen, olyan önkénteseket keresünk, akik a leírásokban tudnak segíteni. Illetve hát terjesztjük ugye a látássérültek körében is, és feedbackeket várunk, hogy véleményeket, hogy hogyan működik. Ugye ez nemrég kezdődött a fejlesztés ennek az egész platformnak, ezért várjuk azt is, hogy a platform milyen a használhatósága, vagyis az alkalmazásnak, illetve azt is, hogy a videóleírások hogyan készülnek, mivel nem feltétlenül professzionális, nem tudom, színészek mondják fel ezeket a leírásokat, hanem mindennapi emberek, hétköznapi emberek, próbálunk nekik segíteni, hogy lehet jól elkészíteni egy ilyen leírást. Ugyanakkor várjuk a véleményeket a túloldalról, hogy részletesebben, kevésbé részletesen mi az, amire szükség van. Egyébként ez idáig milyen visszajelzéseket kaptatok? Ugye, hogyha körbenézünk, tényleg felsoroltál pár olyan dolgot, ami eddig már volt, meg most már ugye például nem kell messzire menni, kimegyünk az utcára, már a jelzőlámpa is tud beszélni. Igen. Tehát, hogy nagyon sok olyan akár alkalmazás, vagy bármi olyan infrastruktúra rendelkezésre áll, ami mondjuk segítheti az életüket. Most azért ez egy megint más jellegű dolog. Milyen tapasztalatok vannak az eddig befolyt? Igen, ez egy teljesen új megközelítés. Léteztek már nemzetközi kezdeményezések, amik próbálták ugyanezt a irányt megközelíteni. Hát akik először látnak így egy videót, ugye egy teljesen másik világ nyílik meg nekik. Természetesen vannak, akik szkeptikusak ezzel kapcsolatban, hogy hát, hogy eddig sem néztek videókat, nem feltétlenül van erre szükségük. De úgy gondoljuk, hogy ugye a világ egy olyan irányba halad, amikor egyre több ilyen tartalom lesz, ahogy mondtam, és egyre nagyobb szükség lesz rá. Tehát amikor főleg a látássérült személyek eljutnak arra pontra, hogy nincs elég információ, szeretnénk, hogyha ez így már addigra készen lenne. De egyébként nagyon jó visszajelzések vannak, tehát édesapám is mondja, hogy a különböző videók, ugye látni, hogy most éppen lenaráltuk a Lánchíd belsejében jártunk című videót, és akkor nagyon érdekes nézni a kezelőtermet, a különböző tervrajzokat a falon, stb. Lehet, hogy talán egy kicsit bővebb is, mint hogyha mondjuk néznénk.
Igen, ez egyébként egy csapda is lehet, mert sokan annyira részletesen szeretnék leírni, nagyon lelkesen, megállítják a videót, és nagyon-nagyon részletesen leírják, ami egy bizonyos fokig jó, de azért fontos, hogy körülbelül annyi információt adjunk át, mint egy látó is, ahogy végignézi ezt a videót, hogy ne legyünk azért nagyon részletesek, hiszen az a fontos, hogy élvezhető is maradjon. Ugye ez egy kicsit más, mint az audio narráció. Sokan összetévesztik vele, mondják, hogy akkor ez végig is audio narráció. És mi azt szoktuk mondani, hogy ez inkább ilyen videóleírás, hogy az audio narráció az, amit a tévében hallhatunk, hogy bizonyos sorozatokat vagy filmeket narrálnak, amikor a dialógusok között leírják, hogy éppen mi a cselekmény, mit láthatunk, kik a szereplők. Itt viszont arról van szó, hogy a videó megnézése előtt, után, közben pedig oly módon, hogy a videó megáll, akkor elolvassuk előre, vagy meghallgatjuk, hogy miről fog szólni a jelenet, ami le van írva, és utána lejátszódik ez a jelenet, ez többször visszajátszható. Tehát itt is fontos az, hogy élvezhető legyen, hogy jó minőségű leírások készüljenek, de elsősorban inkább az információ átadás, hogy át tudjuk adni milyen információt. Ha egy látássérült ember tervez valahova elmenni, akkor esetleg előtte kérhet egy videót arról, hogy ez a park hogy néz ki, vagy az épület, és hogyha már ott van a helyszínen, esetleg egy társasággal, akkor már tud erről beszélni, hogy ő már tudja, hogy mit lát maga körül. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy mi mindenre lehet akkor használni, akkor ezek szerint bármire. Például erre nagyon jó. Illetve hát az is, hogy a látók megértsék egy kicsit a látássérültek világát, tehát aki részt vesz ebben a videóleírásokban, ugye elkezd gondolkozni, hogy ezt hogy kell jól leírni, hogy a látássérültnek hogy lehet segíteni. Illetve hát a vakok látássérültek a másik irányban megérthetik a látók világát, mert hogy hogyan írnak le bizonyos dolgokat. Édesapám azt szoktam mondani, nem látóként, hogy szerint a látássérültek lineárisan gondolkoznak, hogy kevésbé így térben, mert hogy így elmennek egy irányba, fordul jobbra, menj egyenesen, és nagyon érdekes az, hogy milyen részletgazdagon le lehet írni bizonyos történéseket. Az szokott még kérdés lenni, hogy ez segít-e azoknak a személyeknek, akik még sosem láttak, és erre szoktuk azt mondani, hogy még azoknak a vakoknak, akik sosem láttak, szintén segít, hiszen ők is érzelmeket összekapcsolnak, vagy a színeket érzelmekkel, tehát ezek a leírások nekik is egy olyan más világot nyitnak meg, ami nem feltétlenül elérhető. Igen, mondjuk annak, aki ezt elmeséli, nagy fokú empátiával kell rendelkeznie, és jól beleélnie magát abba a helyzetbe, hogy ő mondjuk nem lát. Így van. Tehát lehet, hogy nem feltétlenül az első vagy a második videó leírás lesz, ami ilyen minőségi. Már az a tapasztalatunk, hogy nagyon, nagyon jól kezdenek az önkéntesek, nagyon, nagyon jó videó leírások készülnek, de mindenképpen segítjük őket, át szoktuk nézni az összes leírást, vagy beszélünk velük, hogy mit lehetne esetleg jobban csinálni. Készítünk egy e-learning platformot is, ahol előre lehet ezt gyakorolni. Hát szeretnénk ezt oktatni is idővel, bár hivatalosan létezik oktatás az audio narrációra, és az egy nagyon jó alapanyag, ha azt valaki elképzel, vagy ha valakinek ilyen képzettsége van, vagy egyébként színész, tehát nagyon örülünk, hogyha esetleg színészek is csatlakoznak így a táborhoz. Azok, akik érdeklődnek ez iránt, hol találják meg a lehetőséget? Van egy weboldalunk, a videóavakoknak.hu oldal. Itt minden információ szerepel, hogy lehet csatlakozni, hogy lehet használni az applikációt, illetve magát a felületet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk erről. Köszönjük a fejlesztésről, és halljunk még rólatok. Köszönöm. Köszönjük szépen. A demenciához kapcsolódó konferenciát tartottak a Szent István Művelődési Házban. A találkozón megerősítették, nagyon fontos a tudásbővítés és az érzékenyítés a helyi közösségeken keresztül. Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban tartotta záró rendezvényét az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Katolikus Szeretetszolgálat részvételével az INDA projekt szervező csapata a demenciához kapcsolódó projektek jelenlegi állásáról, a program jövőképéről. A demencia a mostani időszaknak az egyik legveszélyesebb, legjobban rejtekező kórképe, ami most már népegészségi, betegségi változott az életkor kitolódásával. Nagyon fontos, hogy egy össztársadalmi összefogásban tudjunk ehhez a kérdéshez közelíteni. Fontos az állam szerepvállalása, három ágazattal, a szociális, az egészségügyi és a családügyi ágazattal együtt dolgozunk ebben a kérdéskörben, és természetesen a civil szervezetek és az egyházak szerepvállalása is fontos abban, hogy a családokat támogatni tudjuk, hiszen ez egy olyan kórkép, ami nem
csak a beteget, hanem a beteg hozzátartozó családját is egyre erősebb, egyre fokozódó mértékben érinti. Székesfehérvár képviseletében Östör Anna Mária egészségügyi tanácsnak adott tájékoztatást az önkormányzat szerepvállalásáról annak tükrében, hogy a demencia népegészségügyi prioritás hazánkban is. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy Székesfehérvárra jött ez a program, hiszen Székesfehérvár egy nagyon erős ipari város, de mindig az emberi oldala számít. Az, hogy milyen az itt lakók egészsége, hogyan tud gondoskodni azokról, akik tulajdonképpen részt vettek a város ilyen felvirágzásában. Hogyan tud melléjük állni, amikor ők megszorult helyzetbe kerülnek valamilyen szempontból. Ezért örültünk nagyon ennek a programnak, és igyekeztünk a város lehetőségeivel segíteni. Az egészségfejlesztési irodánk, a Humán Szolgáltató Intézet mind részt vettek ennek a programnak a kiteljesítésében, információkkal szolgáltak. Tehát az összedolgozás, az együttműködés az nagyon fontos volt ezen a területen is. Spány Antal megyés püspök, a Székesfehérvári Egyházmegye és a Katolikus Szeretetszolgálat a szociális szerepvállalásán belül a demenciával élőkről való gondoskodás fontosságát emelte ki. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor beszélünk arról, hogy szeretettel kell egymás felé fordulnunk, és egymás terhét kell viselnünk, akkor ez nem maradhat csak puszta szó, hanem tettekkel kell igazolni. A demenciában szenvedők, hogy az emberi életkor kitágul, meghosszabbodik, egyre több embert érint. És nem csak azt érinti, aki ebben a betegségben, ebben az állapotban kell, hogy éljen, hanem a hozzátartozóit is érinti. Szeretnénk rajtuk is segíteni, hogy az az ember, aki ebben az állapotban kell, hogy töltse az életének hátralévő részét, az érezze, hogy szeretik, gondoskodnak róla, és a családtagok, akik szeretettel veszik őt körül, pontosan tudják, hogy mi ez az állapot, és így tudjanak hozzáállni. Azt hiszem, hogy ha tisztán látunk, van fogalmunk erről a dologról, akkor könnyebb elviselni. Fontos volt az a tanítási rész ebben a programban, amelyben a legmodernebb ismereteket próbáltuk fogható módon átadni az embereknek, hiszen vannak technikák, vannak lehetőségek, amelyek segítik az embert abban, hogy frissen tudja tartani az elméjét, hogy frissen tudja az életét végigélni. A találkozón megerősítést nyert, hogy a cél a prevenció és a korai felismerés elősegítése, hogy a gondozó családok olyan ismeretekhez jussanak, amelyek a mindennapok szintjén gyakorlati segítséget jelentenek a gondozóknak és a demenciában élők számára egyaránt. Az INDA program mindennek a szakmai elképzelésnek a megvalósításában segített, amivel a szakemberek, a szociális klaszter szakemberei már a 2014-es esztendő óta dolgoznak. És tulajdonképpen a Katolikus Szeretetszolgálat pályázata teremtette meg a lehetőséget arra, hogy 2015-ben az INDA első ütemével elkezdjük ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítását. Már akkor is egy komoly társadalmi érzékenyítő program zajlott. Ez a második ütem, ami 2018 óta tulajdonképpen egy pályázat keretében a mai nap, illetve a hónap végével fog lezárulni. Ez annak az elképzelés sorozatnak a helyi közösségeken keresztüli megvalósítását tette lehetővé. Miről is beszélek? A gondozó családok váratlanul olyan helyzetbe kerülnek, hogy egyik-másik tagja a családnak ápolóvá, gondozóvá válik. Nem készült fel erre a feladatra. Mi az ország 6 településén egy éven keresztül 12 alkalommal, alkalmanként 20-30 gondozó családtag számára egy tudásbővítő sorozatot az INDA programon belüli úgynevezett DIO programon, demencia információs órákat valósítottuk meg. Személyes találkozások, személyes kontaktusokon keresztül szakemberek segítették ezeket a gondozó családtagokat abban, hogy el tudják fogadni a helyzetet, és megfelelően tudják kezelni a mindennapokban előforduló problémákat. A pályázaton megvalósítandó programok többek között a helyi szakemberek együttműködésének fejlesztése, illetve a gondozó családtagoknak szóló információs és tudásbővítő fórumok szervezése is nagy hangsúlyt kap a jövőben. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő héten is számítunk figyelmükre. Viszontlátásra!